Jó napot kívánok, kedves nézőink! A legutóbbi Balassonapon Németh Csaba főigazgató azt mondta, hogy a kórház működésének egyik legnagyobb erénye, hogy működik. Németh Csaba a vendégünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Főigazgató, tényleg így van, hogy a kórház legnagyobb erénye, hogy ma még működőképes? Igen, ezt megerősíteni tudom. Aki hozzánk fordul, meg Szekszárdon jár, kell és él, az a napi gyakorlatból is tudhatja, hogy a kórház működik, és minden szakmánkat és osztályunkat megfelelő színvonalon és korszerű szemlélet szerint működésben tudunk tartani. Ennek a folyamatos működőképességnek a fönntartása pedig ugye nem kevés energiabefektetést és nem kevés munkát igényel. Visszatekintünk az elmúlt egy-két évre, akkor mik azok a fejlesztések, vagy előrehaladások, vagy racionalitások, vagy racionalizálások, amiket a kórház elvégzett annak érdekében, hogy ez egy a jelenkornak megfelelő egészségügyi intézmény lehessen? Hát ez egy nagyon összetett kérdés, több részre bontanám. Az egyik feladat az a tényleg a fizikai értelembe vett működőképességnek a fenntartása. Ehhez ugye az épületeinket, a gépműszereinket, az épületeinket megtöltő és gépműszereinket használó szakembereknek a folyamatos biztosítása a feladat, és ez már önmagában se kevés terhet és kevés munkát rejt magába. A másik feladat pedig az, hogy ugye az egészségügyel szemben az az elvárás, hogy folyamatosan a legmagasabb technikai és legmagasabb szakmai szinten a legújabb ellátásokat is mindig nyújtani tudjuk, és azt tudjuk, hogy az egészségügy az egy rohamosan fejlődő és napról napra változó és mindig valami újdonságot hozó ágazat, és az ezzel való lépéstartás, az új szakmai kihívásoknak való megfelelés, ez is egy nagyon komoly kihívása a kórház vezetésének. Finanszírozható ma egy magas színvonalú egészségügyi ellátás? Mert hogy állandóan azt halljuk, hogy bajban vannak a kórházak, be kell őket zárni, gond van velük. Tehát... Természetesen finanszírozható, kellő mennyiségű forrás rendelkezésre állása a kérdés. Én egyébként azt gondolom, hogy egy jó működő egészségügyben finanszírozhatóak, meg fönntarthatóak a modern ellátások, hiszen itt valójában, ha meggondoljuk, költséghatékonyság. Ezek a finanszírozott és fenntartott ellátások, ezek azzal, hogy az embereknek az egészségét, a munkaképességét visszaadjuk, és időbe tudjuk őket gyógyítani, és esetleges későbbi szövődményeket és jelentős költségeket generáló szövődményeket előzünk meg, ezek a működtetésre fordított forintok, ezek megtérülnek és visszahozzák az árukat. Tehát azt gondolom, hogy érdemes az egészségügybe fordítani, és ha bár ugye egy elég drága ágazatról van szó, most már ami egészségügyel kapcsolatos, az mindennek az ára a csillagos egekben van, a műszerektől elkezdve a gyógyszereken keresztül minden, de ezek a befektetett pénzek, vagy erre fordított pénzek, ezek visszahozzák az árukat. Ennek ellenére mégis az állandó konszolidációs kényszere van az egészségügynek. Hát ez azt gondolom, hogy egy nálunk egy magyar egészségügy specialitás és magyar egészségügy finanszírozás specialitás. Ugye az egészségügyben teljesítményfinanszírozás működik, most már több évtizedes, két évtizedes múltra visszatekintően, amit hát ugyanúgy, mint ahogy magának az egészségügynek és a szakmának lépést kell tartania szakma fejlődésével, vagy a tudomány fejlődésével. Nyilván a finanszírozási rendszernek is követnie kell a szakmákat. Tehát gondolok itt olyanra, hogyha újabb, modernebb és drágább eljárásokat tudunk már alkalmazni, akkor azt annak a finanszírozásnak is követni kell, mert különben nincs meg az anyagi forrása annak, amiből ezt nyújtani tudjuk. Nyilván ez a fajta finanszírozás, karbantartás, ez folyamatos, meg ez zajlik.
de az a fajta eltérés, amit itt az állandó konszolidációs igény fölmerülésébe látunk megvalósulni, ez talán ide vezethető vissza, hogy a finanszírozás nem feltétlen követi, vagy nem mindig tudja jól lekövetni a fölmerülő költségigényeket. Egy állandó karbantartásra, napra készen tartásra van itt szükség. A magyarul a dolog azt jelenti, hogy bár a pénzösszeg tulajdonképpen a kórházhoz kerül, csak nem jó ütembe. Hát igen, ez az évenkénti konszolidációval gyakorlatilag ebben a helyzetben vagyunk, hogy évvégére valóban egy konszolidációval egyenesbe tud kerülni a kórháznak a működése, csak ahhoz az évet ugye túl kell élni, meg kell valósítani, és az évközbeni folyamatos hiányokkal való küzdés az számos problémához vezet. Arról nem is beszélve, hogy a kórházvezető az sokkal inkább vevői pozícióban és alkupozícióban tud akkor föltűnni és föllépni, hogyha folyamatosan a rendelkezésre állnak a megfelelő anyagi források, hogyha egyébként évközben hiányt kell menedzselni, és csak az év végén kapjuk meg a teljes évre szükséges működési forrást, akkor ezzel kevésbé lehet okosan gazdálkodni. Ráadásul elvesztél versenyképességet. Már a beszállítókkal kapcsolatban. Egyrészt, másrészt meg mondjuk a munkaerőpiacon. Munkaerőpiacon úgy szintén, bár a bérkérdés az egy külön fejezet, hiszen ugye a bért mi, mint állami intézmény és költségvetési intézmény, sok esetben, hát talán lehet mondani, szabottárakkal dolgozunk, ugye közalkalmazotti bértábla van, meg garantált minimálbér, meg bérminimum van, amiket nem mi határozunk meg, de nyilvánvalóan ezen a téren is érvényesül az, hogy mi akkor tudjuk kifizetni, vagy abból tudjuk kifizetni akár a szabott béreket is, amik finanszírozásban a kórházhoz megérkeznek. Én azt gondolom, hogy ma a magyar egészségügy nem csak Magyarországon versenyez, hanem európai szinten, sőt világszinten. Mert hogy a jól képzett orvosait kéne, és a jól képzett szakápolóit kéne megtartani Magyarországon. Azt meg csak azokkal a bérekkel sikerülhet, hogyha az versenyképes mondjuk egy németországival. Igen, ennek ilyen olvasata is van. Bár a tapasztalat az, hogy a külföldre pályázó, vagy a külföldre elment kollégákat nem feltétlen csak számszakilag érdekli az, hogy kint nem a szakma, hanem hogy külföldön milyen kereseti lehetőségre van, vagy nyílik lehetőség, hanem itthon Magyarországon lehet, hogy egy a mostanitól magasabb, de nem feltétlen a külföldi számszakilag elérő bérrel is itthon tarthatóak lennének a kollégák. Itt inkább tényleg a megfelelő környezetnek, munkafeltételeknek, szakmai előrehaladási lehetőségeknek a biztosítása legalább olyan fontos, mint magának a konkrét fizetésnek a kifizetése, amiben nyilván mindenki megteszi, kórházfenntartó, állami egészségügyi vezetés megteszi a maga helyzetéhez képest lehetséges lépéseket, de itt is azért tényleg nagyon komoly a verseny, és itt is csak lépésenként lehet haladni. A lépések azok megtörténnek, reméljük, hogy tudjuk tartani a versenytempót, és föl fogunk tudni zárkózni a külföldi versenypartnerekhez. Ez egy folyamatosan változó világ? Milyen tekintetben kell változni a kérdésre? Piaci tekintetben, kutatási tekintetben, szakmai tekintetben, maga az egészségügy. Én inkább úgy fordítanám le, hogy ez egy folyamatosan fejlődő
világ, ahol mindig az újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelni. Gondolok itt arra a szakmai meg tudományos fejlődésre, amit már érintettem, de gondolok itt az egészségügyel szemben támasztott elvárásoknak a változására, a munkaerőpiaci változásokra, a finanszírozási változásokra, szóval mindig minden mozgásban van. Az elmúlt években jó néhányszor voltunk olyan tájékoztatón, amikor a fejlesztésekről volt szó. Például az új szülészet kérdéseiről, vagy a szülészet átalakításának kérdéséről, vagy a rehabilitációs részleg felújításának kérdéséről, vagy létrehozásának kérdéséről. Hol tartanak ezek a folyamatok? Szerintem leginkább az új szülészet kérdése a kérdés. Hát az új szülészet tekintetében ugye nagyot álmodott a Szekszárdi Kórház, mert ahogy arról a korábbi híradások is szóltak, ugye egy teljesen új szülészeti blokknak a létesítéséről döntöttünk és kaptunk ígéretet, aminek többféle hozadéka is van. Részben nyilvánvalóan szakmai, betegkomfortbeli lényeges javulásra számítunk, de ugyanakkor kórház működtetési előnyöket is várunk ebből, tehát az új helyre, új struktúrában megálmodott szülészet az egy gazdaságosabb, hatékonyabb szervezést, munkaerőszervezést és működtetést tesz lehetővé. Tehát nem egyszerűen a mostani épületnek egy új épülettel való változatlan működési környezetbe való kiváltásáról van szó. Egy ekkora projektnek a megvalósítása, ez nyilvánvaló, hogy nem egy-két hét vagy hónap alatt megvalósítható dolog, és ennek ha már ott tartanánk, hogy a konkrét felépítéséről és üzembehelyezéséről az se egy rövid folyamat, de ennek az előkészítése is egy rendkívüli összetett és alapos megfontolást és átgondolást igénylő dolog. Úgyhogy az új szülészet kérdésében azt tudom mondani, hogy a terv az változatlan. Ezek az előkészítő munkák, ezek folyamatban vannak, és bízok benne, hogy hamarosan a tervezéstől és előkészítéstől konkrétabb munkálatok is meg tudnak majd történni, de addig részben türelmesnek kell lennünk, részben meg még nagyon sokat kell dolgoznunk. Ezek a beruházások erősíthetik a kórház centrum szerepét? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Tehát ezt én már több fórumon és több alkalommal elmondtam, hogy én a Balassa János Kórházra, mint a régiónak, meg a megyének az egyik vezető egészségügyi ellátó centrumára tekintek. És ezt a centrum szerepet szeretném és szeretnénk megtartani és megerősíteni. A megerősítés alatt azt értem, hogy amerre én most az egészségügy fejlődését látom, ezt a szuper specializált technikai és egészségügyi technológiai robbanásszerű fejlődést, a millióféle lehetőséget és a napról napra bővülő gyógyítási lehetőségeket. Ezt a drágán beszerezhető és drágán fenntartható ellátórendszert, ezt igazándiból egészségügyi centrumokban érdemes és lehet működtetni. A lehet alatt itt a fönntarthatóságra gondolok. És ebben a vonatkozásban is én a mi kórházunkat, a Szekszárdi Megyei Kórházat, én teljes mértékben ebben a jövőbeni centrumként is kezelem, és erre igyekszünk fejleszteni. Ez lehet, hogy mondjuk sérti a környező városokban lévő kórházak érdekeit? Az érdekeit azért nem sérti igazán, mert ebben a fölvázolt és centrumban működtetett
vagy centrumokban működtetett egészségügyben alapvetően minden szereplőnek megvan a helye. Csak minden szereplőnek a maga szintjének megfelelő ellátásokat kell nyújtani. Nem, nekünk nem versenyeznünk kell egymással, hanem összedolgoznunk. Nyilvánvaló, hogy egy kisváros kis kórházának más lesz a feladata. Más lesz a feladata, mint egy egészségügyi centrumnak, így van, és mi nem egymás vérét szívjuk, vagy nem egymásnak a kárára kell, hogy működjünk, hanem össze kell, hogy dolgozzunk. És ebben lesznek olyan feladatok, amik centrumba valók és centrumba valósíthatók meg és nyújthatóak, és lesznek olyan feladatok, amiket pedig hát lehet kisebb helyen és kevésbé technikailag kevésbé felszerelt körülmények között is megfelelő színvonalon nyújtani. Egy ilyen centrumban olyan tudományos munkának kell majd folynia, ami egyrészt kifelé mutatja a centrum felkészültségét, másrészt olyan vonzással bír, ami mondjuk munkaerő piacon nyereséges lehet. Mindenképpen ennek is több olvasata van. Az egyik az, hogy ahogy már ez többször említésre került, hogy rohamszerűen fejlődő ágazatról van szó. A fejlődést azt úgy tudjuk követni, és úgy tudunk megfelelni és úgy tudjuk biztosítani a mindig a legújabb eredményekhez igazított működést, hogyha a legújabb eredményekkel tisztában vagyunk. Ez pedig a tudományból jön. Tehát a tudománnyal való foglalkozás egyik olvasata az ez, hogy ezért kell ezzel foglalkozni. Másik olvasata az, hogy az egészségügyi centrum szerepet, ezt olyan módon is értelmezni lehet, hogy az egészségügyi centrumban kell lenni annak a tudáscentrumnak, ami a centrumhoz tartozó többi egészségügyi ellátónak egy információbázissal, egy tudásbázissal szolgálhat, és ahonnan tudjuk biztosítani azt, hogy a környezetünkben levő többi egészségügyi szolgáltató az hozzánk hasonló módon a legmagasabb és legújabb szakmai eredmények szerint dolgozik, összhangban dolgozunk egymással. A harmadik és szintén nem elhanyagolható tényező pedig az, hogy nyilván egy magas szakmai színvonalon működő és tudományos tevékenységet működtető centrumnak megvan az a hírneve és vonzereje, ami elősegíti azt, hogyha mi adott szakmákon belül, vagy a nálunk művelt szakmákon belül, ugye az országos tudományos és szakmai berkekben ismertek vagyunk, tudják azt, hogy Szekszárdon milyen munka folyik, milyen szakmai, milyen tudományos munka folyik, és a kórháznak neve van az országon belül a szakmákban, akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy a szakemberek bennünket keressenek és szeressenek, már hogy szeressenek itt dolgozni, tudva és látva azt, hogy itt a mi kórházunkban a szakmai előmenetelük, a szakmai kibontakozási lehetőségeik, azok adottak. Több olyan konferencián vettünk részt az elmúlt egy-két évben, ami kifejezetten az ország szakembereinek szólt. Szív probléma ügyben, traumatológia ügyben, gyerekgyógyászat ügyben, igen. Tehát, hogy volt néhány olyan országos konferencia már, ami erre felé mutatott. Igen, ezek nem véletlen, hogy ezek a konferenciák ezek ide kerültek. Ezt a személy szerint én magam is, illetve hát inkább úgy mondom, hogy a kórház vezetése is nagyon támogatja azt, hogy adjunk hírt magunkról, adjuk tudtára az országban a szakmai fórumoknak és egy-egy szakmában az ország szakembereinek, hogy Szekszárdon milyen kórház működik, itt milyen tudományos meg szakmai munka folyik. Pont az előbb említett funkciót erősítendő, hogy azt a hírnevet és elismertséget megszerezzük magunknak. Úgyhogy ez a kórház vezetés által
egy nagyon támogatott funkciója az osztályoknak, hogy a konkrét gyógyítás mellett így a tudományos rendezvényekkel és a saját magunknak a tudományokban, szakmákban való megjelenítését erősítsük. És ehhez egyébként a kórházban folyó szakmai munkának a minőségén kívül én azt gondolom, hogy a Szekszárnak, a városnak, a Borvidéknek még egy különös vonzereje van, tehát itt össze lehet kötni a kellemest a hasznossal, ami még egy plusz adalék ahhoz, hogy a nálunk vendégként, hallgatóként tanulni idehívott szakemberek, azok olyan élménnyel távozzanak tőlünk, amik nem csak a kórháznak, de a városnak a hírnevét is öregbítik. Ha már a városnál tartunk, jelentősen nőtt, én azt gondolom, a kórház társadalmi beágyazódottsága. Tehát, hogy azért megjelennek a kórház mögött civil szervezetek, megjelennek a kórház mögött városok, megjelennek gazdasági egységek, mind-mind a támogatásukról biztosítják az intézményt. Könnyebb így dolgozni? Ehhez szeretnék elmondani egy hát idézetet, illetve egy mondatot, ami egy beszélgetés kapcsán hangzott el, és nekem úgy nagyon megragadta fejembe, és azóta gyakran előveszem. Azt mondta a beszélgető partner, hogy hát a Szekszárdi kórház az a kórház a város szívében. És erre alapvetően fizikai vagy a földrajzi értelembe gondolt, vagy gondoltunk először, hogy hát ez a kórház lényegében a város központjában helyezkedik el, de aztán hamar rájöttünk arra, hogy ezt úgy átvitt értelemben is lehet értelmezni, tehát tényleg szeretnénk a kórház a város szívében lenni, és kapcsolódni a körülöttünk levő civil szervezetekhez, meg úgy az embereknek a tudatában és a fejében lenni, hogy ha baj van, akkor itt van a segítség, és hozzánk lehet fordulni, és lehet ránk számítani. A civil szervezetekkel való kapcsolatokat érintve ezt meg tudom erősíteni, és én is így érzem, hogy az elfogadottságunk az jó, és úgy érzem, hogy növekszik, hogyha kórházi problémával vagy kórházi segítségkéréssel, együttműködési javaslattal jelenünk meg valahol, azzal szinte mindig a nyitott kapukat döngetjük, és nagyon sok helyen a nyitott fülekre találunk a mi problémáinknak a megoldásában és a mi gondolatainknak a megvalósításában, mert mint egészségügy és mint az embereken segítő szakma és ágazat, mindenhonnan nagy a hajlandóság ennek a támogatására, és hát ez azt gondolom, hogy a mi munkánkhoz nem kevés erőt meg belső támaszt ad, hogy mi próbálunk segíteni, viszont bennünket is igyekeznek kívülről segíteni, a munkánkat igyekeznek támogatni. Igazgató, én azt kívánom, hogy az elkövetkezendő évben is tudjanak haladni a korral, ennek minden kihívásával és nehézségével együtt. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.